Köszöntöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Rendes évi tavaszi közmeghallgatását tartott a Bozsolik Róbert, Lajbiron és Kövesden. A két városrész életében ez az esztendő jelentős változásokat hoz, hiszen hamarosan elkészül a nagyon várt szennyvízberuházás. Kövesden és Lajbiron Bataszék külső területein a mai napig szippantós autóval végzik a szennyvízzel szállítását. De ez az állapot már nem tart sokáig, hiszen folyamatban van a két település rész szennyvízhálózatának kiépítése. Ez volt a lakossági fórum legfontosabb témája. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, várhatóan a nyár végére teljes egészében befejeződhet a beruházás. Gyakorlatilag a települést elég rendesen felbolygatták a vezetéképítéssel. Ugye tegnap is azt mondtuk, mert tegnap Kövesden volt egy hasonló találkozó, hogy hát ez a beruházás, amit nem lehet az élet alatt megcsinálni, és nem lehet azt mondani, hogy ma elkezdtük, holnapra készen van minden. Nem egyszerű egy ilyen beruházás lebonyolítani ilyen telepviszonyok mellett. Évek óta ebben az önkormányzati ciklusban hagyomány, hogy minden tavasszal egy mini közmeghallgatást tartunk, mind Lajbiron, mind Kövesden, annak érdekében, hogy közvetlenül tudjunk tájékozódni arról, hogy a településrész lakosságának mik az elvárásai a városvezetése kapcsolatban, mit szeretnének, hogyha a település részükön meg tudna valósulni. Ilyenkor átbeszéljük az aktuális kérdéseket, próbáljuk azonnal orvosolni azokat a problémákat, amelyeket itt részünkre felvetnek. És hát egyébként egy fontos esemény olyan szempontból, hogy a konzultáció és a kapcsolattartás az élő legyen a település része. Akadnak sajnos visszatérő problémák is. Talán azt lehet mondani, hogy 2019-ben a szennyvízberuházás az, ami legégetőbb a település részek szempontjából. Hála Istennek zajlik maga a beruházás. De hát, mint minden építkezés, ezt az éj leple alatt nem lehet megcsinálni. Ez problémákkal, gondokkal jár. Ezeket próbáljuk most átbeszélni, hogy mit tapasztalnak a lakók, és miben tudunk a segítségükre lenni. És természetesen ezen alkalommal megbeszéljük a lakossággal, hogy a költségvetésben településrészekre elkülönített összeg, ami ebben az esztendőben 1 millió 250 ezer forint Lajbér esetében, és 2,5 millió forint Kövesd esetében, mert tavaly esztendőben nem használták fel a saját forrásukat, hogy ezt véleményük szerint mire kellene a településrész fejlesztése érdekében fordítani. A településrészek életének egyik neuralgikus pontja a közlekedés. Ettől az évtől új szerződés szerint járhatnak majd a járatok. Bozsolik Róbert azt ígérte, a lehetőségekhez mérten a lakosság igényei szerint járjak majd a buszok a település részeken. Alapvetően szeretnénk hosszú távon azt elérni, hogy az itt élők is közel azonos szolgáltatási színvonalban részesülhessenek, mint a Bataszék belterületén lakók. Ez meg tudjon nyilvánulni adott esetben a szilárdburkolatoknak a rendezésében, ugye meg tud nyilvánulni most már a szennyvízberuházás kapcsán a szennyvízszolgáltatás igénybevételébe. Meg hát szeretnénk, hogyha ez is egy olyan életű kis település részé válhatna, ami 21. században most már elvárható. Sokszor nem értik egymást a különböző generációk tagjai. A gyerekek teljesen más korszellemben és értékrend mentén nőnek fel, mint szüleik, nagyszüleik. A konfliktusok mindennaposak, a szülők kezéből kicsúszik az irányítás, a gyerekek elkallódnak. Egy holland szakember előadás sorozata segít megértetni az okokat, és egy lehetséges megoldást is kínál arra, hogyan tudunk boldog, kiegyensúlyozott gyerekeket nevelni. A gyerekek közel 70%-a minden nap használ okostelefont vagy tabletet egy kutatás szerint, ám egyre több felmérés mutat rá, hogy ezen eszközök használata negatívan hat a fiatalok agyfejlődésére. A szülők pedig tehetetlenek és támpontok után tapogatóznak, mit és mennyi telefon vagy videójáték használatot engedjenek meg gyermeküknek, olvasható egy internetes fórumon. A nevelők többek között ilyen problémákkal érkeznek a szülők iskolája elnevezésű előadás sorozatra, amit egy holland származású szakember tart Bataszéken. Az alapvető dolgokkal kezdtük, hogy hogyan növekszik fel a gyerek, milyen változásokon megy keresztül, aztán azt néztük meg, hogy akkor a szülőnek milyen elképzelései lehetnek a nevelésről, és ezeket próbáltuk közös nevezőre hozni. Most meg teljesen a másik oldalról fogjuk elkezdeni a sorozatot, hogy a korszellem hogyan hat a gyerekre, hogy más korban nőtt föl a nagyszülő, más korban a szülő, más korban nő föl a gyerek, ezért a nemzedékek közötti kommunikáció sem megy mindig ilyen simán, akkor arról kell beszélni kell. Óriási jelentősége van a szülői példamutatásnak, figyelmeztet
a szakember. Ha ugyanis azt várjuk el a gyerekünktől, hogy helyesen használja ezeket az eszközöket, akkor nekünk sem szabad az általunk felállított szabályokat megszegnünk. Az iskolában a tantervek sajnos nem olyanok, hogy a gyerek az iskolában megtanulná, hogy hogyan működik az internetes világ. Tehát itt a szülőknél van a felelősség elsősorban, tehát a gyereket erre rá kell nevelni, hogy milyen veszélyek vannak, mit, hogyan kell beállítani, hogy értse meg, hogy amit egyszer kiad a kezéből, az már nem az övé, bárki használhatja. Viszont az az érdekes, hogy ha nézzük a statisztikákat, akkor a szülők az, aki több időt töltenek a mobillal, mint a gyerek. Ugye a szülő adja a példát. És lehet, hogy ő panaszkodik arról, hogy milyen sokat vagy játszik a telefonjával a gyerek, akkor a szülő szálljon magába. Ő hogy csinálja? Hogy étkezés közben ő is felveszi a telefonját? Hát ha ilyen példát ad, akkor mit vár el a gyerekétől? Tehát közösen meg kell beszélni, hogy mik a szabályok, arról beszéltünk tavaly is, hogy üljünk le, beszéljük meg, mik a szabályok. De akkor ezek a szabályok mindenkire érvényesek, kirakjuk a hűtőre, és ha a gyerek nem tartja be, a szülő szól a gyereknek, de ha a szülő nem tartja be, akkor a gyereknek is van joga szólnia a szülőnek, hogy apu, most étkezünk, vagy most csakozunk, most hagyd már abba ezt a telefonálást. A 20 éve Magyarországon élő oktatók továbbképzését végző szakember gyakran tapasztalja munkája során, hogy a szülők az iskolára hárítják a felelősséget. Már hallottam olyat is, hogy a szülőnek az lenne az álma, hogy hétfő reggel beadja a gyerekét az iskolába, péntek este megy érte, és a hétvégén csak játszani kellene vele. Uh-huh. Tehát kiszervezi a nevelést a családból, uh-huh. Viszont a nevelés az elsősorban a családban történik meg. Ezért is kezdtük el ezt a szülők iskoláját, hogy a szülő is tanulja meg, hogy hogyan érdemes a gyerekkel foglalkozni. A mostani szülők a modern kapitalizmusban nőttek fel. Ebben a korszellemben az ideális fogyasztók élnek, akik úgy fogják fel az életet, addig tartanak ki valami vagy valaki mellett, míg a szükségletüket szolgálja, ha már nem, lecserélik. A mai gyerekekre pedig az információs társadalom hat. Ha a nagyszülő más korszellemben nőtt föl, meg a szülő, meg a gyerek, akkor ugyanazt a problémát más és más alapfogalmak alapján fogják megnézni, vagy róla véleményt mondani. Hát akkor leül mind a három nemzedék egy asztalhoz, és lehet, hogy mindenki azt gondolja, hogy ugyanarról beszélünk, de nem értjük egymást. Véleménye szerint az a helyes irány, ha becsületes embernek nevelem a gyerekemet, aki ismeri a gyengeségeit, erősségeit, aki látja a felelősségét, segít másokon, így nem csak ő lesz boldog, hanem az egész közösség kerül egy magasabb szintre. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. A húsvétot megelőzően nagy volt a készülődés. A művelődési házban meghirdetett programon szülők és gyerekek kibontakoztathatták kreativitásukat és kézügyességüket. Nagyon üsgés a művelődési ház előterében. Színes és nem hagyományos mintájú tojások készülnek, és akinek kedve és ügyesség engedi, fejlesztheti kézügyességét a színes díszek gyártásában. Nyuszit csinálok, meg kis csibét, amilyen tojás alakú, és a nyuszit úgy lehet csinálni tojásból, hogy kivágsz egy tojás alakot, és rajzolsz rá kettő filet, és azt körbe rajzolod, és kivágod, és feldíszíted. Hát ez mennyire egyszerű.
Ugyanazt csináljuk tulajdonképpen otthon is, tehát tudatosan figyelek arra, hogy alkalmanként, akár ünnepekre készülve, akár csak úgy a hétköznapokból adódóan, mindig kreatívkodjunk valamit. Ezzel fejlődik a kézügyessége is, a gondolkodás módja is, önálló ötletei vannak már, és gyönyörűen hasznosítja. Tehát lesz neki önbizalma, és ennek nagyon örülök. Forgatod, belemártod és kinyugod. Úgy lesz ilyen márványos színűt csinálom. Két kézzel folyamatosan seker, tedd bele a festékbe. Levele, merüljön el. Kicsit most eltértünk a hagyományos tojásdíszítéstől. A gyerekek szeretnek matricázni, ragaszgatni, és úgy gondoltam, hogy modern alapanyagokhoz modern technika való. Pont az óvodáskornak az egyik jellegzetessége a ragasztás, a mintakövetés, és ez kifejezetten az ő korosztályuknak való technika. A finomotorika az egyik legfontosabb dolog, mert ugye az iskolában az íráshoz, az olvasáshoz, mindenhez össze kell hangolni a gondolkodásokat a kezükkel, és az apró, pici, finom mozgás az elkövetkezendőkben az íráshoz, a rajzoláshoz az egyik legfontosabb, elengedhetetlen dolog. A gyerekekben eredendően benne van a kreativitás, csak elő kell belőlük csalogatni, mondja az óvónéni. És ha kilöködjük őket a számítógép mellől, és ilyen feladatokat kapnak, ez elő is jön belőlük. Az asztal sarkán készítettünk, az sima egyszerű márványfestékkel, tehát márványfestéket a vízbe csepegtettünk, több szint egy üvegbe, ezt összehúztuk kurkapálcával, és egy bizonyos technikával a tojást megforgattuk benne, és akkor ilyen nagyon szép márványos, színes tojást kaptak a gyerekek. Ez már egy modernebb verziója a húsvéti tojás készítésének, de nagyon szép és időtálló, mivel hogy kifújtuk a gyerekeknek a tojásokat, tehát ez, hogyha vigyáznak rá, akkor hosszú évekig dísze lehet a házuknak. A szülők is jól szórakoztak, az a tapasztalat, hogy ahol a gyerekeket meg lehet mozdítani egy ilyen programra, ott a szülők is szívesen csatlakoznak. A közös díszítés készítés emléke pedig sokszor tovább megmarad, mint maga az alkotás. Sikeres kísérletet tett a Felvidéki Néptánc Egyesület, hogy a két évvel ezelőtt abba maradt húsvéti népszokás a locsolkodás Bátaszéken húsvét hétfőn folytatódjon. A ma már elhalványodóban lévő kárpát-medencei eredetű rituálé hagyományos és legmodernebb változatával is meglepték a férfiak, a népszokás továbbviterében szintén fontos szerepet vállaló, a próbát kiálló bátaszéki fiatal hölgyeket, illetve lánygyerekeket. Egy régi kárpát-medencei eredetű népszokást, a locsolkodást felvezető húsvét hétfői idill a bátaszéki tájházban. Szervezői főszerepben a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület, amely folytatni szeretné azt a hagyományt, amely 2017-ig a bátaszéki húsvét hétfők elmaradhatatlan eseménye volt. A lányok módszeres, rituálészerű meglocsolása, felvidékiesen szólva megöntözködése. Két év szünet után újraélesztenék az országosan elhalványuló népszokást Bátaszéken. Itt most a jókedv, a hangulat és a locsolásnak az élménye az, ami elsődleges szempont, és talán ami még felvidéki hagyományt csempész a dologba, ez a fának a díszítés, ugye szalagokat tettünk a fára, és
olyan megfontolás, egyrészt, hogy dísze legyen az udvarnak, másrészt ugye a villőág, a villőzés az virágvasárnap történt, és ezzel ugye egyébként a tánccsoportnak van is egy zoboraljai villőző koreográfiája, amit itt szoktunk előadni. Ez idén nem került bemutatásra, de azért a villőágat azt próbáltuk egy kicsit belecsempészni, úgyhogy ezt a fát feldíszítettük szalagokkal. És azt vettük észre, hogy így a 21. századra megkapott egy kicsikét a húsvétnak a fénye, és így modern köntösbe próbáljuk meg ezt feleleveníteni. Hirdettünk is a Facebookon egy versenyt, és öt szerencsés locsoló egyébként a bátaszéki tűzoltóság gépjármű fecskendőivel jöhetett velünk locsolni, az öt legjobb verset beküldő. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor mindenképpen itt a tájháznál is megjelennénk, hiszen itt sok lány, gyermek, lánygyermek és nő van, ezért gondoltuk, hogy akkor egy kicsit mi is hozzájárulnánk az ünnep fényéhez. Amúgy a nemzetiségi hovatartozás nélkül mindenki számára nyitott volt a tájház ajtaja, a Danubia zenekar például magyar népzenét játszott, a gyerekek festegettek, rajzolgattak a pajtában, miközben kint az utcán már készülődött a fő attrakció első felvonása. A katarzis a különböző generációs, fiatalokból álló bátorszéki hölgykoszorú számára még ezután néhány perccel később jött el. Két tűzoltó autó parkolt le csendesen a tájház előtt. A helyi tűzoltóság képviselői előbb irodalmi arcukat megmutatva az általuk írt locsoló verset tolmácsolták a hölgyek felé. Ahogy ide betoppantunk, nagy autónkból meglocsolunk. Vízünk friss és kellemes, tartályunkban tökhetes. Vízünk friss és kellemes, tartályunkban tökhetes. Elhervadni nem hagyhatunk, ezért locsol kis csapatunk. Elhervadni nem hagyhatunk, ezért locsol kis csapatunk. Lehőltünk egy jó menüt, így kapunk mi egy kis derűt. A megszerűdített lányok önként dalolva álltak elébe a modernkori megöntözködésüknek. Gyertek közelebb, lányok! Ez így is volt, ennek az ebbéli hagyomány továbbvitelében reménykedő bátorszékiek, főleg a néptáncosok felettébe örültek. Vödröt nem igazán láttam, ahogy jöttem, de hál' Istennek láttam a fiatalokat összeállva, ugye a baráti köröket, szódásüveggel főleg. De hát majd próbáljuk mi is szépen a mi fiainkat, a táncos fiúkat jövőre szépen összeszedni az összeset egy helyre. Egy lovaskocsival, esetleg egy zenekarral, vödörrel, úgy, ahogy az kell körbe menni a faluba, ahogy mi csináltuk annak idején. Hát ez az idén sajnos nem jött össze, de jövőre mindent megteszünk ennek az érdekében, hogy ez megvalósuljon, hiszen úgy szép az élet, úgy szép a húsvét, hogyha ezt a hagyományt ápoljuk. Tojást kerestünk, játszottunk, kézműveskedtünk, 11-től volt maga a locsolás, és már 10 órára nagyon sok érdeklődő eljött hozzá. Jó rész gyerekekről beszélünk, tehát óvis korosztály, kisiskolás korosztály. Nem volt most elsődleges szempont az, hogy kimondottan felvidéki hagyomány, hanem eleve a locsolásnak a hagyományát ültessük át, plantáljuk át az ifjakba, a gyerekekbe, és aztán majd, ha ők is egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor majd olyan locsoló verset, olyan szokás alapján jönnek locsolni. Tehát most nem volt elsődleges szempont. A Felvidék Egyesület szervezte, felvidéki népviseletbe vagyunk, tehát azért belevittük a rendezvénybe a felvidéki vonulatot. De nyitva a kapu, és persze a szerepvállalás is mások előtt, hogy esetleg a jövő évi locsolkodásnál már kinője az egyébként nagyon ideális helyszínnek bizonyuló bátorszéki tájházat az esemény. Új mozgásformát gyakorolhatnak az idősek a művelődési házban. A szenior tánc nem elsősorban koreográfiák betanítását jelenti, sokkal inkább egy olyan mozgásforma, mely a szellemi és fizikai frissesség megőrzésében segíti a résztvevőket. Visszalépés és tip, jobbra tip, balra tip, jobbra tip és balra tip, 8 lépés. 5, 6, 7, tip, vissza 2, 3, 4. Szép korúak táncolnak a bátaszéki művelődési házban. A vártnál nagyobb sikere lett a kezdeményezésnek, a meghirdetést követően volt, hogy 50-en is eljöttek a közösségbe. Az idősek tánctanítása nem egyszerű. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével haladjanak a tanulásban.
a közérzet. Megmozgat minden, hogy mondjam, minden porcikánkat, megmozgat a fejünktől hát a lábunkig, állva, ülve. Elmarad. És ezt vissza kellene hozni valamennyire, ez a segítség. Hát erre várunk, hogy mindenkinek hol a lába, hol. De valóban nagyon örömmel jövünk, szinte jól érezzük magunkat, nevetünk, ha nem jól lépünk egymáson. Már ez is egy kikapcsolódás, hogy egymást, saját magunkat is kinevessük, ha nem jól lépünk, hát már megint nem jó, megint nem jó. De aztán akkor is örülünk, hogyha szépen megy minden. Mikor megismerkedtem a szenior tánccal, én magam is ledöbbentem azon, hogy mennyire jó ezt csinálni, mennyire jó mozogni, és mennyi idős embert meg tudunk ezzel mozgatni. Sokkal nagyobb türelem kell, és figyelni kell az érzékszerveikre. Nyilván lehet valakinek sérült a lába, beteg a lába, vannak olyan lépések, amiket meg tudunk könnyíteni. Oda kell figyelnünk egymásra, fokozottan oda kell figyelnünk egymásra, hiszen az idős ember még sérülékenyebb, nem csak külsőleg, a lelke is. Meg kell gondolni háromszor, hogy szól az ember. Amíg egy gyerekre erélyesebben rá tudunk szólni, addig egy idős emberre nem szabad. Táncolni láthatóan akár széken ülve is lehet, és a teljesen egyszerű mozdulatok mégis a végén a mozgás örömét nyújtják az idősebbeknek. Az elbeszélések szerint a legnehezebb kimozdulni otthonról. Hát elég nehéz volt, én megmondom őszintén, mert már jártak Bátaszékről, Várdombra, és nagyon régóta mondták, hogy gyertek már, de ugyan már, mi már hova menjünk, már nem tudunk mi táncolni. És amikor lejöttek ide Bátaszékre, és eljöttünk az első alkalommal, akkor úgy mentünk az, hogy hú, de elfáradtunk, de jó volt mégiscsak, mert tényleg mindenünk. Egy mozdulat, és megmozdul a váll, a kar, a térd, minden, és ez jó. A mozgás koordinációjukat javítsuk, és az agy, a jobb agyfélteke megdolgoztatása. Ezek a táncok nem komoly, szóval nem ilyen nagyon merev koreográfiával készültek. Nyilván van egy előírás, ami szerint nekünk ezeket a táncokat oktatni kell, de nem kell kiválóan ismerni ezeket a táncokat, nem kell otthon gyakorolni. Itt érezzük jó magunkat, itt mozogjunk, itt mozgassuk meg az agyunkat. Nagyon nagy szeretettel jönnek. Van olyan táncosom, aki Bajáról jár ide, mert annyira jól érzi magát, és végül is nem igazán elégíti ki a heti egyszeri alkalom Baján. És szívesen eljön ide is, és táncol. Van, akik Várdombról jöttek ide, jönnek velem, táncolnak. Jól érzik magukat ebbe a közösségbe. Ez egy örömtánc, mondják a nénik még búcsúzóul. Aki egyszer eljön ide, az biztosan itt ragad. És közben mosolyog az arcuk és a szemük. Aztán újra táncra perdülnek, és látszik rajtuk, tényleg jól érzik magukat. 11. alkalommal rendezik meg idén az országos székely borversenyt. A bortermelők mintánként két bort adhatnak le, a vörös, rozé és fehér fajtából. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által kiírt verseny célja a kis és nagy termelők borainak megmérettetése lesz. A borverseny kísérő eseményeként pedig hagyományos székely ételekből tartanak bemutatót. 11. alkalomra kerül sor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által és a Bátaszéki Székelykörre közös rendezésében a Bukovinai Székely Borverseny, melyet országosra, ugye a tavalyi évtől már országosra hirdetjük meg, illetve ehhez kapcsolódóan, mint ahogy tavalyi évben is volt, egy ételbemutatóhoz is kapcsolnánk. Az idei évben növényekből készült ételeinkre szeretnénk kérni, hogy akik részt vennének, örömmel vennénk, úgyhogy minél többen lennének, ilyen, mint a csihánleves, vagy a salátaleves, meg hát akik benne vannak, tudják. Úgyhogy mindenkit kérünk, hogy ezzel kapcsolatban is vegyenek részt, illetve a borversennyel kapcsolatban konkrétan, ugye húsvét után hétfőn követően, kedden várjuk a borokat Bátaszéken, 9 órától,
délig, majd egy órától öt óráig szedik be a borokat, hasonlóan, mint az elmúlt években. Ez ugyanúgy megismétlődik szerdai nap is, majd csütörtökön lesz a bor bírálata, borbírók által, majd ezt követően szombatóra várjuk ugye akkor tulajdonképpen a értékelés, illetve az átadásra kerülnek ugye a díjak. Úgyhogy az meg 6 órakor kezdődik, mindenkit nagy szeretettel várunk, és hát reméljük, hogy minél többen leszünk, és így tulajdonképpen ezt a fajta 10. alkalommal megrendezett borversenyünket szép számmal tudjuk majd utána lezárni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!